beteg lenne. Millió modjára is, Szí! Én is szeretlek, papa. Santa mozzarella, végül sikerült. Hát, Julia, jövőre is indulhatnánk. Vagy lazíthatnánk is. Ciao, Julia. Ciao, ragazzi. A presto. Hát, hozzuk helyre a Vespánkat. Igen, jut eszembe. Őrület, de igazából eladtam. Luca! Anya, ti mit kerestek itt? Ha megígéred, hogy írsz nekünk minden egyes nap, és hogy vigyázol magadra, mármint mindennél jobban, akkor járhatsz iskolába. Tényleg? Már el is van intézve. Giuliaék házában fogsz lakni. A barátod beszélte rá őket. Nem volt könnyű. Luca, megígéred? Igen, megígérem! Köszönöm. Oh, csak ne felejtsd el, hogy ránk mindig számíthatsz. Rendben? Hé, hey, nézz a szemembe. Tudod, hogy szeretlek, ugye? Tudom. Gyere, Alberto! Indul a vonat! Hol van a csomagod? Igen, hát tudod... De te is jössz, ugye? Jó lenne, de Massimo azt mondta, itt maradhatnék. Beköltözhetnék. Gondoltam... szüksége van rám. Szóval... Nem tudom megtenni nélküled. De mindig veled leszek. Ha bármikor leugrasz egy szikláról, vagy szólsz Brunónak, hogy hagyjon már, ott leszek. De honnan tudjam, hogy jól vagy-e? Elhoztál a szigetről, Luca. Jól vagyok. Piacere. Girolamo, trombetta. De komolyan, ez amúgy mit jelent? Gőzöm sincs, de kideríthetnéd, jó?